close to your heartache. If you want, open your door. I'm feeling kind of lost when your mind is hiding. Sziasztok, Zsófi vagyok, üdv újra a csatornámon, ma a kis konyhákról fogunk beszélni. Rájuk vonatkozóan hoztam nektek pár tippet. Mert hogy óriási ingatlanoknál, ahol van elég hely, nem szembesülünk azzal az alapvető ténnyel, hogy minden hely számít. De azért még mielőtt tovább megyünk, nem árt pontosítani azt, hogy nehéz úgy tanácsot adni, hogy nem látom az adott teret, és nem tudom annak a pontos jellemzőjét, illetve hogy hol helyezkednek el benne a nyílászárók, de vannak azért olyan általános megközelítések kiskonyhákra vonatkozóan, amiket érdemes azért szem előtt tartanunk, és ezzel kapcsolatban hoztam nektek tippeket, ha van kedvetek, akkor pedig tartsatok velem. Kis konyháknál elsődlegesen az ellalakot szoktuk javasolni, azért, mert nagyon könnyen megteremthető a munkaháromszög ezzel a formával, ugye a hűtő, a mosogató és a főzőlap közötti háromszögről beszélünk. Egybefüggő pultfelületünk keletkezik így, amivel megkönnyíthetjük a saját magunk munkáját, amikor az előkészítésről, feldolgozásról, főzésről van szó. Úgyhogy kis konyhákban érdemes elalakú konyhát kialakítanunk, ami optikailag kedves számunkra, mert a helyiségben a két oldalra csoportosított berendezések, illetve szekrények egy könnyedebb látványt fognak számunkra biztosítani. A másik oldalon pedig, hogyha nincs egyébként helyünk a lakásban máshol kialakítani az étkezőt, akkor itt pedig megtehetjük. A második tipp a színskálára vonatkozik. A nyilvánvaló és leggyakoribb választás a fehér szín, ami visszaveri és tükrözi, szórja a fény, tágítja és fényesebbé varázsolja a helyiséget, úgyhogy érdemes fehér színeket alkalmaznunk, de ne álljunk meg a fehér színnél, gondoljunk a nagyon halvány szürkére, vagy a zöld valamilyen halvány árnyalatára, esetleg a bézsre. Attól függ, hogy ki milyen beállítottságú és milyen színeket kedvel, de mindenképpen ajánlom azt, hogy nézegessük meg és kacérkodjunk el azzal a gondolattal, hogy valamilyen színt használunk ilyen pici konyhában. Hogyha sötétebb színt szeretnénk alkalmazni, akkor azt mindenképpen az alsó szekrények tekintetében tenném én meg. Ha világos marad a padló és a fal, ellenben sötét az alsó szekrény, az is egy nagyon érdekes lebegő hatást tud kölcsönözni a térnek, és még mindig megmarad ez a tágas, nyitott érzetünk, amikor benézünk ebbe a helyiségbe. A következő harmadik tippem pedig a tárolásra vonatkozik. Gondoljunk az alsó szekrény és a felső szekrény közötti területre. A munkalap és a felső szekrény közötti falszakasz, ahová sínek elhelyezésével egy csomó tárgyat, konyhai eszközt, használati tárgyat tudunk még elhelyezni, ezzel felszabadítva az egyébként zárt tárolókban némi helyet, amelyek életmentőek lehetnek bizonyos esetekben. Ugyancsak tárolóhely lehet a felső szekrény és a mennyezet közötti falszakasz, így nem árt, hogyha nem okoz túl nagy telített vagy zsúfoltság érzetet számunkra, érdemes a felső szekrényeket egészen felvinni a mennyezetig, és így extra tárolóhelyet tudunk magunknak kialakítani. Ugyancsak extra tárolóhely lehet a étkező asztal fölötti falszakasz, ahol keskeny szekrény alkalmazásával ugyancsak el tudunk helyezni olyan tárgyakat, amelyek akár mindennapi használatban lévő tárgyak, vagy egy-két dekorelemet az évszaknak megfelelően. Úgyhogy érdemes azt is átgondolni, hogy ha esetleg az étkezőasztalunk a falnak van tolva, akkor fölötte még mindig van olyan rész, amit tárolásra használhatunk. Most az üzletekben kapható mindenféle megoldás, egyes nyitott falszakasztok hasznosítására. Ezekből szedtem most nektek össze pár példát.
A következő tippem pedig a zsúfoltság ellen pontozására a nyitott polcok alkalmazása. De csak is akkor, hogyha valóban marad elegendő helyünk a zárt tárolóknak, és nem megy a tárolás lovására. Mivel a nyitott polcok nagyon szépen lazítják a teret, könnyebbé, légiesebbé tudják varázsolni az egyébként zsúfoltnak ható környezetünket. Arra kell ilyenkor figyelni, hogy mi kerül ki ezekre a nyitott polcokra, ugyanakkor át kell gondolnunk azt, hogy milyen tárgyakat tudunk ezeken tárolni, és egyébként milyen tárgyaktól kell otthon nekünk megszabadulni, hogy rendezett és átlátható nyitott polcos tárolási megoldásokat tudjunk otthon alkalmazni, de nekem nagyon tetszik az ötlet, hogy lényegében azok a tárgyak kerülnek oda, amelyeket használunk, és dekoratív, csinosan elrendezett polcokat tudunk így kapni, annak ellenére, hogy funkciójukban pedig tényleg azok a tárgyak kerülnek oda, amelyeket egyébként is használunk a konyhában. Az utolsó tippem pedig az, hogy ne hanyagoljuk el a fényeknek a mennyiségét, és ma már az alap, hogy a munkapult fölött világítás van, de gondoljunk falikarokra, egyéb hangulat világításokra, amelyek tovább tudják növelni a térérzetünket, és az egyébként kis konyhánk pedig nagyobbnak tud tűnni, hogyha kellően meg van világítva, és mindenféle hangulatfény keletkezik benne. Ezek voltak a kiskonyha tippeim mára, remélem, hogy találtatok benne számotokra hasznos információt, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, ha pedig nem szeretnétek lemaradni a következő videókról sem, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban pedig találkozunk, addig is. Sziasztok!